Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az összeadással és a kivonással kapcsolatos egyenleteket oldjuk meg a racionális számok halmazában. Aktuális leckénkben szöveges feladatokat oldunk meg. A feladatunk tehát, hogy a szöveg alapján fölírjuk a megfelelő egyenletet és megoldjuk. Nézzük az első feladatunkat. Melyik számot kell hozzáadni a 225 höz hogy az összeg 32 ketted legyen. Értelmezzük a szövegünket, és a szöveg alapján írjuk fel az egyenletet. Vegyük észre, hogy adott egy szám, 2,25-öd, ehhez a számhoz hozzá kell adni valamit. A hozzáadás azt jelenti, hogy plusz, és mi azt kérdezzük, hogy melyik számot, ez lesz a mi ismeretlen számunk, jelöljük ezt x-el. Az így kapott összeg, tehát írhatjuk tovább, hogy egyenlő, nézzük, hogy mennyi kell, hogy legyen, 3 ketted. Éme tehát a szöveg alapján felírtuk az egyenletünket. 2,25-öd plusz x egyenlő 3 ketted. Miután fölírtuk az egyenletet, már könnyűszerrel meg tudjuk oldani. Alkalmazzuk a mérlegelvet, amely szerint x marad a bal oldalon, hiszen pozitív előjelű, viszont a 2,25-öt küldjük át a jobb oldalra. Tudjuk, hogy ilyenkor, amikor egyik oldalról átviszünk egy mennyiséget a másik oldalra, az előjel megváltozik. A bal oldalon tehát marad az x, míg a jobb oldalon a már meglévő három ketted mellé átjön a 2,25-öd, vigyázat, mínusz előjellel. Ahhoz, hogy összeadjuk a három kettedet és a mínusz 2,25-öt, Figyeljük meg, hogy a nevezők különbözők, így keressük meg a kettőnek és az ötnek a legkisebb közös többszörösét. Ezek a számok relatív számok, ami azt jelenti, hogy közös osztójuk csak az egy. Így akkor a legkisebb közös többszörös, ennek a két számnak a szorzata, vagyis a 10. Ezek szerint a három kettedet bővítenünk kell 5, hiszen 10 osztva kettővel az egyenlő 5, míg a 2,25-öt 2-vel bővítem, hiszen 10 osztva 5-tel az egyenlő 2. Bővítés után nézzük, hogy milyen törteket kapunk. A 3 kettedből lesz 3 x 5 az 15, a nevező az 10, mínusz, az egészet is csak lemásolom, számoljuk a számlálót, 2 x 2 az 4, a nevező pedig láthattuk, hogy a közös nevező a 10. Tehát 15 tizedet, és mínusz 2,4-et kell most, hogy összevonjunk. Ennél a feladatnál talán az átalakítás módszere az, ami a legcélra vezetőbb. Éppen ezért a 15 t csak lemásolom, a mínusz 2,4 et pedig átalakítom áltörté, 2 x 10 az 20, plusz 4 az 24, így kapjuk tehát a mínusz 24 tizedet. A következő lépésben már ki is számolhatjuk a végeredményt plusz 15 tized, és mínusz 24 tized. Az előjelek különbözők, éppen ezért abszolút értékben keresjük, hogy melyik száma nagyobb, az lesz a 24, tehát az előjelünk az mínusz lesz, a nevezőt csak lemásolom, az lesz a 10, és a 24-ből, ha kivonunk 15-öt, az eredmény 9, tehát a végeredményünk x egyelő mínusz 9 tized. Ellenőrizzük le a megoldásunkat, Oly módon, hogy fogjuk az eredeti egyenletünket 2,25-öd, majd az ismeretlen helyébe, tehát az x helyet, írjuk be azt az értéket, amit most számoltunk ki, a mínusz 9, tizedet. Tehát 2,25 mínusz 9, tized igazi, hogy egyenlő lesz 3, ketteddel. Figyeljük a nevezőket 5, 10 és 2. Keressük meg a legkisebb közös többszörösét ennek a három számnak a legnagyobb száma 10-es, és a 10 osztható 5-tel is és 2-vel, itt tehát a legkisebb közös többszörös, mint ahogy a feladatunkban is a 10. Vegyük észre, hogy csak két törtet kell bővíteni, az első törtet 2-vel, hiszen 10 osztva 5-tel az egyenlő 2, míg az utolsó törtet 5-tel, hiszen 10 osztva 2-vel az egyenlő 5. Bővítés után a 2,25-ből lesz 2,4, hiszen 2x2 2 az 4, 5x2 pedig 10, a mínusz 9 tizedet csak lemásolom, a 3 kettedet, ha bővítem 5-tel, 3x5 az 15, 2x5 pedig 10. Hasonlóképpen, mint az előtt, a 2,4 tizedet is érdemes átalakítani áttörté. 2x10 az 20, plusz 4 az 24, tehát a 24 tizedből, ha kivonunk 9 tizedet, Igaz-e, hogy 15 tizedet kapunk? A nevezők most már egy formák, és láthatjuk, hogy 24-9, igen, az 15, tehát mivel a 15 tized egyenlő a 15 tizeddel, igaz kaptunk, ezzel leellenőriztük a megoldásunk helyességét. Ugyanilyen módon oldjuk meg a következő feladatunkat. Melyik számból kell kivonni a 7,1 tizedet? hogy a különbség mínusz 10,93 század legyen. Ha olvassuk a feladatunkat, a feladat alapján, a szöveg alapján írjuk le az egyenletünket. A szövegünk így indul. Melyik számból kell kivonni? Tehát adott egy ismeretlen szám, az legyen az x, abból kell kivonni, tehát írhatjuk, hogy mínusz mennyit, a szöveg alapján láthatjuk, hogy 7,1-et, hogy az így kapott különbség, hímet át itt található ez a különbség, mennyi legyen, mínusz 10,93 század legyen. Tehát a szöveg alapján fölírtuk az egyenletünket, most már csak annyi dolgunk maradt, hogy megoldjuk. Az ismeretlenünk előtt pozitív előjel van, így maradható a bal oldalon, viszont a mínusz 7,1-et átvisszük a jobb oldalra, és ne felejtsük el, hogy az előjele megváltozik. Ezek szerint x egyenlő lesz, a jobb oldalon már itt volt a mínusz 10,93 század, és a mínusz 7,1 tizedet hát a jobb oldalra, előjelen megváltozik, tehát plusz lesz belőle, és esetleg ki is bővítjük még egy nullával, azért, hogy egyforma számú tizedes helyünk legyen. Össze kell adni tehát egy negatív és egy pozitív tizedes törtet. Figyeljük, hogy abszolút értékben melyik a nagyobb, ez lesz a mínusz 10, ezek szerint az előjel az mínusz lesz, és hogyha nagyobb számból kivonom a kisebbet, le is írhatjuk külön, 10,93 mínusz 7,10. 3 mínusz 0 az 3, 9 1 az 8, kiteszem a tizedes veszőt, és 10 7 az 3. Tehát a végeredményünk x egyenlő mínusz 3,83 század. Ellenőrizzük le a megoldásunkat oly módon, hogy az ismeretlen helyébe, tehát az x helyébe írjuk be a most kapott eredményt, mínusz 3,83 század, a feladat többi részét csak másoljuk át, mínusz 7,1, egyelő lesz-e, mínusz 10,93 századdal. Vegyük észre, hogy a bal oldalon két negatív számot kell összeadjunk. Előjelet csak lemásoljuk. A számokat pedig összeadjuk. 3,83 század, plusz 7,10 század, 3 plusz 0 az 3, 8 plusz 1 az 9, kiegészítem a tizedes veszőt, 3 plusz 7 az 10, és igen, mínusz 10,93 ugyanannyi, mint a mínusz 10,93, ezek szerint jól oldottuk meg a feladatunkat. És nézzük aktuális feladatlapunk utolsó feladatát mennyit kell kivonni a 4,3 negyedből, hogy a különbség a mínusz 8,56-od ellentetje legyen. Ezek szerint adott egy számunk a 4,3 negyed, ebből ki kell vonni valamit, tehát írjuk, hogy mínusz, mit kell kivonni, illetve mennyit kell kivonni, ez lesz az ismeretlenünk, írjuk x-el, hogy a kapott különbség, írhatjuk tovább, hogy egyenlő, mennyi kell, hogy legyen? Mínusz 8,56-od ellentetje. Először is írjuk le a mínusz 8,56-odot, és egy számnak úgy keressük meg, illetve úgy kapjuk meg az ellentetjét, hogy egy mínusz teszünk elébe. Ilyen esetben a két mínusz miatt, tehát a két negatív előjel miatt a mínusz 8,56-odot tegyük zárójelbe. Ha egy kicsit bátrabbak vagyunk, akkor a mínusz 856 ot ellentétjeként rögtön írhatjuk a plusz 856 ot valójában majd mindjárt látjuk, hogy a mínusz-mínusz átalakul pluszá. Mivel az ismeretlenünk előtt negatív előjel van, így akkor a mínusz x-et átküldjük a jobb oldalra. A jobb oldalon található szám, ha most megszabadulunk a az zárójeltől, azt látjuk, hogy a zárójel előtt mínusz előjel található, így akkor a zárjában lévő előjelet megváltoztatjuk, itt jön az, hogy a mínusz-mínusz átalakul plusszá, és az a plusz 8,56-od jön át a bal oldalra, vigyázat, közben megváltoztatjuk az előjelét. A rakosgatás után, tehát a hely csere után nézzük, hogy mit kapunk. A bal oldalon itt található a 4,3 negyed, majd a plusz 8,56-od, miután átjön a bal oldalra, átalakul az előjele mínusszá, mínusz 8,56-od, és ez egyenlő lesz, a mínusz x hát megy a jobb oldalra, megváltozik az előjele, plusz x, amit röviden csak x-ként írok. Ahhoz, hogy összevonjam ezt a két vegyes törtet, figyeljük a nevezőket, láthatjuk, hogy különbözők, keressük meg a 4-nek, és a 6-nak a legkisebb közös többszörösét. A két szám közül a 6 a nagyobb, a 6 viszont nem osztható négyjel maradék nélkül. Veszem a 6-nak a többszöröseit, 2x6 az 12, az már osztható négyjel, tehát a legkisebb közös többszörös a 12. Mennyivel kell bővíteni? 12 osztva négyjel az 3, illetve 12 osztva 6-tal az 2. Ezek szerint a bővítés után 4 egész, majd a 3 negyedet a bővítem 3-mal, 3 x 3 az 9, a nevező az 12, mínusz, a 8 egészet csak lemásolom, 5 x 2 az 10, a nevező csak 12, és ez lesz egyelő, ami keresett x értékünkkel. A folytatásban adjuk össze a 4,9-et és a mínusz 12 et ezt a két vegyes törtet párosítás módszerével könnyen össze tudjuk adni. Adott egy pozitív és egy negatív vegyes tört. Abszolút értékben a mínusz 8 a nagyobb, tehát az előjel mínusz lesz, és akkor a másodikból vonom az elsőt, 8-ból 4-et az 4, tehát mínusz 4 egész lesz. A nevezőt csak lemásoljuk, az lesz a 12, és a számlálók esetében is ugyanezt az irányt alkalmazom. 10-ből vonom ki a 9-et, az egyenlő 1. Tehát föl is írhatjuk akkor a végeredményünket, x egyenlő mínusz 4,112. Ellenőrizzük le akkor a most kapott eredményünket. Vegyük az eredeti feladatunkat, és x helyébe helytesítsük be a mínusz 4,112-et. Mínusz 4,3 negyed, mínusz, majd most jön a megoldásunk, mínusz 4,12-t a két mínusz előjel miatt zárójelbe tettem, és a kérdés, hogy egyenlő lesz-e, mindjárt a plusz értéket írom, 8,56-oddal. Szokásunkhoz híven először is keressünk közös nevezőt. 4-nek, 12-nek és 6-nak a legkisebb közös többszörös a 12, hiszen az osztható 4-jel is és 6-tal is, és vegyük észre, hogy csak az első és az utolsó törtet bővítjük, az első törtet 3-mal, hiszen 12-84-jel az egyenlő 3, míg az utolsó törtet pedig 2-vel, 6 tal egyenlő 2. A 4,3 negyed, ha 3-mal bővítem, így kapom a 4,912-et, ugyanúgy, mint hogy az előtt a feladatunkban. Mivel az árujel előtt mínusz van, így akkor a mínusz mínusz 4112 ed átalakul plusz 4,112-ig, és a jobb oldalon a 856 ot ha bővítjük kettővel, az lesz a 8, és 10, 12 -ed. A bal oldalon könnyűszer össze tudom adni ezt a két vegyes törtet. Egészszel, egészszel, 4 plusz 4 az 8, a nevezőt csak lemásolom, az lesz a 12 és a számlalokat is összeadom, 9 plusz 1 az 10. És láthatjuk, hogy a 8,10, 12 Ugyanaz, mint a jobb oldalon található érték, ezek szerint igaz állítást kaptunk, tehát jól oldottuk meg ezt a feladatunkat is. És ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!